Művelődési Szövetség viszont hozzá tud abba járulni a segítségével, hogy megszólítja az Anya Egyesület fiúk egyesületeit, hogy így mondjam, tehát tartományszerte, és föltételezem, hogy sikerül egy Topolyát és Szabadkát komolyabban megszólítani, tekintettel arra, hogy az utóbbi években a Tiszamente és Délbácska volt a fő jellemzője a téni versenyzőknek, de szeretnénk Nyugatbácskát és Iszabácskát is megszólítani.